Tűzijáték utcabál, idén is több ezren köszöntötték az új évet Debrecen főterén. Biztató jövőkép, a város polgármestere szerint a lehetetlennek tűnő célokat is képes Debrecen elérni. Újévi változások, emelkedett a minimálbér és a két gyerek után járó adókedvezmény mértéke. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a napszemle 2019. január 2-a szerda van, mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Idén is több ezren köszöntötték a 2019-es esztendőt a Kossuth téren. Óriás kerék, fellépők, finom ételek és persze tűzijáték, valamint utcabál várta a bulizókat az év utolsó napján. A programra nem csak Debrecenből, hanem az ország más településeiről is érkeztek szórakozni vágyók. Dudaszó, színes parókák, állarcos emberek, igazi színes forgatag. Így ünnepelték több ezren a Kossuth téren december 31-én este a szilvesztert. Ezen az estén nem számított a kor. Fiatalok és idősek egyaránt jól érezték magukat a főtéren. Nagyon jól érzem itt magam, most vagyok itt először, még nem szilvesztereztem itt a főtéren, de úgy gondolom, hogy nagyon jó a hangulat, fiatalok és idősek egyaránt buliznak itt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy egyszer jöjjön el és próbálja ki. Vannak olyanok, akik évről évre a főtéren töltik az év utolsó estéjét. Ilyenkor nem csak Debrecenből, hanem az ország más településeiről is érkeznek bulizni vágyók a Kossuth térre. Ez egy számomra kedves hely, mert itt töltöttem az egyetemi éveimet, úgyhogy mindenkinek, akinek csak lehet, ajánlani tudom Debrecent, mert ez egy különleges város. A szervezők természetesen a szórakozáshoz és a tánchoz elengedhetetlen fellépőkről is gondoskodtak. Színpadra lépett többek között a Red produkció és a Fiesta is. Az óriás kerék is folyamatosan üzemelt. Most majd fel fogunk ülni az óriás kerékre, meg bulizunk. Az új évet hangos ovációval köszöntötte a több ezres tömeg. 3, 2, 1, a himnuszt a debreceni Pendai együttes énekelte a közönséggel együtt. Azt követően a Városháza elől fellőtték a tűzijáték rakétáit. A bulizók szerint az új év rengeteg lehetőséget hozhat magával. Persze mindenki mást vár a 2019-es esztendőtől. Mivel én jövőre fogok felvételizni, ezért az, hogy jól sikerüljön. A szilveszteri mulatság hajnalig tartó utcabállal ért véget. 2018 megmutatta, hogy a korábban lehetetlennek tűnő célokat is képes a város elérni. Ezt mondta Papp László köszöntőjében a Kodály Filharmónia szokásos újévi koncertjén, amit a Fény békéje címmel rendeztek a nagy templomban. A polgármester bejelentette, Debrecen a szabadság fővárosa elnevezéssel rendezvénysorozatot indítanak 2019-ben annak emlékére, hogy 170 évvel ezelőtt, 1849-ben fél évig Debrecen volt a nemzet fővárosa. Az évtizedes hagyományt folytatva 2019-ben is ingyenes hangversennyel kezdte az évet a Kodály Filharmónia Debrecen, a református nagy templomban. A közönség kortárs és klasszikus szerzők műveit hallhatta, miközben a különleges zenei élményhez látványos fényfestés is párosult. Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke köszöntőjében azt mondta, a nagy templom megszentelt falai között nem csak zenei szempontból, hanem spirituálisan is átváltoznak a szavak és üzenetet nyernek. A nagy templom csöndjében új értelmet nyer a fény, és a fényből a keresztény ember számára világosság támad. A béke békességé terebélyesedik, a csönd pedig áhítattá sűrűsödik össze. Papp László polgármester újévi köszöntőjében kiemelte, 2018 megmutatta, hogy a korábban lehetetlennek tűnő célokat is képes a város elérni. Ilyennek tűnhetett 4-5 évvel ezelőtt, hogy Debrecen a legmagasabb technológiai szintet képviselő járműipar egyik európai központja legyen. Büszkén és kellő öntudattal jelenthetjük ki, hogy Debrecen kopogtat Európa legsikeresebb városait tömörítő klub ajtaján, és be fogunk lépni.
A polgármester hozzátette, a fejlődés közben is figyelni és óvni kell értékeinket. Éppen ezért méltóképpen szeretnék megünnepelni az 1849-es szabadságharc Debrecent érintő eseményeinek 170. évfordulóját. Debrecen a szabadság fővárosa címmel rendezvénysorozatot hirdetünk. A rendezvénysorozat 2019. január 6-án kezdődik, amely napon a Nemzeti Múzeum jóvoltából a 170 évvel ezelőtti események előtt tisztelegve városunkba érkezik a Magyar Szent Korona hiteles másolata, amely az érkezését követően a Déri Múzeum kupolatermében lesz majd látható. A rendezvénysorozat záró eseménye 2019. májusában egyebek mellett a Református Egyház generális konventjének ülése lesz. Január 1-én 7 óra 10 perckor született meg Orosz Hanna, aki Debrecen első újszülöttje 2019-ben. A vártnál néhány nappal korábban jött a világra a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján, de minden rendben zajlott a szülésnél. Pénteken akár haza is mehet szüleivel. Kicsit hamarabb jöttél, apa befejezi a kis ágyadat, baldahint beleteszi. Ő itt Hanna. 2019-ben ő volt az első baba, aki világra jött Debrecenben. A vártnál kicsit korábban érkezett, ugyanis Oroszné Bódi Nóra csak január 4-ére volt kiírva. Anyukája és apukája minden mozdulatát figyeli a picinek. Egyenlőre csendes, szopizott, most egy ideje alszik, úgyhogy jól érezzük magunkat, csak fáradtan. Hanna 50 cm-rel és 3200 grammal kedden reggel 7 óra 10 perckor született természetes úton a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján. A szülőknek van már tapasztalata a gyereknevelésben, mivel ő a második gyerek a családban. Van egy 2 éves nővére is, aki már nagyon várja otthon. Hanna pedig új babaszobát is kap, mire elhagyhatják a kórházat. Babaszobát készítettük el, mert egy építkezés vége felé járunk. A babaszoba már most majdnem készen van, de mire hazajönnek, kész lesz. Az édesanyja és a baba is jól vannak, ha továbbra is minden rendben lesz, akkor pénteken már haza is mehetnek a családhoz Hajdúdorogra. Nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum, bővült a csok, és emelkedett a 2 gyermekes családok adókedvezménye. A tartós tej áfája pedig csökkent. Csak néhány változás, amit az új év hozott, összefoglaltuk a legfontosabbakat. Januártól 149.000 forint lesz a minimálbér bruttó összege, a garantált bérminimum 195.000 forintra emelkedik. Az erről szóló kormányrendelet január 1-én lépett hatályba. A munkaadói és munkavállalói oldal képviselőinek 2 éves megállapodása értelmében 2019-ben és 20-ban is 8-8%-kal emelkedik a két összeg. 2019-től nő a 2 gyermekes családok családi adóalapkedvezménye is, fejenként 133.330 forintra, ami 2 gyermek esetén havi 40.000 forint adó megtakarítást jelent. Ezt a rendszert 2010 óta minden évben bővítette az Orbán kormány, hangsúlyozta két ünnep között Halász János, a Fidesz országgyűlési frakció vezetője Debrecenben. Most egy 2016 óta kezdődött növekedés eredményeképpen, már 2019-ben például a 2 gyermekes családok családi adókedvezménye havi 40.000 forint lesz. Korábban ez 20.000 forint volt. A kormány a családok támogatását a CSOK, azaz a családok otthonteremtési kedvezményének változtatásaival is tovább folytatja. A 2 gyerekesek 10, a 3 gyerekesek pedig 15 millió forintig vehetik majd igénybe 2019-től a kölcsönt. További változás január 1-től, 18%-ról 5%-ra mérséklődik a hosszabban eltartható és az ultrapasztőrözött tejek általános forgalmi adója. Kedvező feltételekkel lehet választani ettől az évtől a kisvállalati adót, azaz a kivát. Megemelkedett például a törvény adóalanyiság választására jogosító árbevételi értékhatár 500 millióról 1 milliárd forintra. A kilépési értékhatár pedig 1 milliárdról 3 milliárd forintra, így azon vállalkozásoknak egy jó alternatíva az adózási szempontból, amelyek nagy személy jellegű ráfordítással dolgoznak, magasabb bérköltség. A szakember hozzátette, a KATA, azaz a kisadózó vállalkozások tételes adója esetén is jelentős adminisztráció csökkentést vezetett be a jogalkotó azzal, hogy alanyi áfamentességet is alkalmazhatnak az érintettek.
Hajdú-Bihar megyéhez köthető változás, hogy a december 20-án átadott M35-ös autópálya befejező szakasza és az M4-es stráda első üteme csak az év végéig voltak ingyenesek. Január 1-től már matricát kell vásárolni a használatukhoz. Debrecenben pedig a mély garázsok használata lett drágább, 280 forintról 320-ra emelkedett a parkolás díja január 1-től. Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, és ennek záloga az, hogy a rendvédelmi szervek kitűnően végzik a munkájukat. Ezt mondta Halász János, a Fidesz frakció parlamenti szóvivője ma Debrecenben. Január 1-től átlagosan 5%-kal emelkedett a hivatásos állományú rendőrök illetménye. Az elmúlt években jelentősen nőtt az anyagi megbecsülése a rendőrségnek, ami létszámában, eszközeiben és hatékonyságában is nagyon sokat fejlődött, mondta a Fidesz frakció szóvivője. Hozzátette, ezentúl is minden segítséget meg fognak adni ahhoz, hogy Magyarország biztonságát megőrizzék. Halász János leszögezte, ma rend és biztonság van Magyarországon, míg a balliberálisok kormányzásuk idején leépítették a rendőrséget. A frakció szóvivő kijelentette, az ellenzék a mostani akcióiban is nyíltan támad rendőrökre, szándékosan és erőszakosan provokálják őket, ami elfogadhatatlan. A magyar emberek nevében szeretnénk köszönetet mondani a magyar rendőrségnek. A soros szervezetek és az ellenzék által szervezett tüntetéseken tanúsított türelme miatt, de még inkább azért, mert a tömeges bevándorlás kezdete óta védik Magyarország határát, és biztosítják a magyar emberek biztonságát. Szombatig lehet visszavinni az árusokhoz a szilveszterkor fel nem használt pirotechnikai eszközöket. Január 1-től tilos használni a szilveszterről megmaradt 1-es, 2-es és 3-as osztályba tartozó pirotechnikai eszközöket. Az ilyen tűzijátékokat vissza lehet vinni a forgalmazónak, aki ezt köteles térítésmentesen, egyéb költségfelszámolása nélkül visszavenni. Stábunk napközben több árusítóhelyet is zárva talált. A bódék oldalán általában van egy telefonszám, amin elérhető a forgalmazó, aki begyűjti a fel nem használt eszközöket. A tapasztalatok szerint egyébként rendszerint a működésképtelen tűzijátékokat viszik vissza a vásárlók, ezeknek az árát is visszafizetik. Aki megszegi a tűzijátékokkal kapcsolatos előírásokat, szabálysértést követ el, és akár 150 ezer forintos büntetésre is számíthat. Legkevesebb 6 kutya pusztult el szilveszter éjszakáján. A petárdáktól és a tűzijátékoktól megrémült ebeket elgázolták. Az egyik helyi állatmenhely munkatársai több mint 40-szer riasztották Debrecenben és Mikepércsen. Telt ház van ezen a debreceni állatmenhelyen, itt több mint 100 kutyának adnak otthont. Idén sokkal több bejelentés érkezett hozzájuk, és több állat tűnt el, mint egy évvel ezelőtt szilveszterkor. Az állatvédők csípleolvasókkal járták a várost és fogták be a kutyákat. A több tucat ebb közül már csak 4-nek keresik a gazdáját, de több állat nem élte meg az új évet. 42 esetben hívtak minket talált kutyushoz, 33 esetben sikerült csípet olvasni, mert legtöbbször már sajnos továbbállt a kutya, vagy volt, aki sajnos elgázoltak. 6 esetben volt gázolás, aminek halál lett sajnos a vége. A 33 kutyusból pedig 6 kutyának nem volt összesen csípje. Ez egy nagyon jó arány, hogy idén már legalább a csípek száma sokkal több volt. A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet, hogy szilveszterkor érdemes elterelni a kutyák figyelmét, vagy olyan helyre zárni őket, ahonnan nem tudnak kiszökni. Emellett különböző gyógynövény alapú nyugtató készítményeket is ajánlanak az állatorvosok. Ők is felkészültek a nagyobb forgalomra az új év első napjaiban. Eltűnt kutya megtalálása, csipleolvasás, esetleg átvizsgálás. A másik leggyakoribb probléma az az autóbaleset, ugyanis az elszökött kutyákat elég gyakran elütik. Ami még viszonylag gyakori, hogy azok a kutyák, amik több kutya van összezárva, és rosszul tűrik a stresszt, akkor amikor dúrogtatás van folyamatosan, akkor egymásnak esnek. Ha mégis megtörténik a baj, akkor a csípjük alapján hazakerülhetnek a kedvencek. Az országban 100 MOL töltőállomáson helyeztek el csípleolvasót, így ezeken a helyeken is be lehet azonosítani a megtalált állatokat. Leszokok a dohányzásról, fogyókúrába kezdek, többet foglalkozom majd az egészségemmel, ismerős újévi fogadalmak. Az edzőtermekben ilyenkor az új év első hónapjaiban akár másfélszeresére is nőhet a forgalom. A tapasztalatok szerint azonban tavaszra alább hagy a lelkesedés. Az általunk megkérdezett szakember szerint sokat számít, ha nem halogatjuk döntésünket, és kitartóak maradunk távlati elképzelésünk mellett.
Súlyemelés, futópadozás, ugrókötelezés, bármelyik sporteszköz segíthet az egészséges életmóddal kapcsolatos újévi fogadalmainkban. Rajnai Liliana például júniusban határozta el, hogy rendszeres edzésbe kezd, az újévi fogadalma pedig az, hogy ezt idén sem adja fel. Próbálok egészségesen élni, és folytatom, amit elkezdtem. Rendszeresen sportolok, hetente ötször eljárok ide edzeni. A januári időszakban jelentősen megnő az edzőterembe járók száma, ebben a fitness központban a tapasztalatok szerint ilyenkor több mint 50%-kal nő a forgalom. A szakmai igazgató szerint a rendszeresség kialakítása a legfontosabb, ilyenkor sokan azonnali hatásra számítanak, de ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérjék, az kell, hogy a sportolás életmóddá váljon. A január az ugye az újévi fogadalmak miatt természetesen egy kiemeltebb hónap, talán még megkockáztatom, hogy a február és a március is. Ugye ilyenkor még azért új év után is kötnek fogadalmak a sport irányában. A Napszemle által megkérdezett pszichológus úgy véli, újévi fogadalmaink nem biztos, hogy új célokat jelentenek. Legtöbbször több korábbi próbálkozás is van mögötte, amit különböző okokból nem sikerült végrehajtani, de fontos, hogy legyen bennünk kitartás. Benne lehet ebben a fogadalomban az is, hogy mindig majd akarjuk ezt megcsinálni. És hogyha eddig az előző évben vagy előző időszakokban nem tudtunk ezért eleget tenni, azt reméljük, hogy majd most az új év, új időszak, új kezdet, és hát én ehhez azt tudnám hozzátenni, hogy nem holnap kell elkezdeni, hanem mindig ma. Az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy az újévi fogadalmaknak csak mintegy 10%-át tartják be az emberek. A megkérdezett szakember szerint nem szabad türelmetlennek lenni, fontos, hogy egész évben a távlati célunkat tartsuk szem előtt. Hírműsorunkat látták, friss információkkal, hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!